százszor mérges, százszor kritikus, százszor boldog, százszor buzi, százszor lelkes, százszor szerelmes, százszor őrült, százszor szabad. Andrea Giuliano vagyok, aktivista, provokátor, buziművész és munkanélküli. Én hálás vagyok egyébként a homoszexuálisok magyar közösségének, hogy nem azt a provokatív magatartást folytatja, amivel számos európai országnak meg kell küzdenie, és amely pont az ellenkező hatást váltja ki, mint amit egyébként ki szeretnének váltani. Így tudunk együtt élni. Ha bármelyik irányba elmozdítjuk ezt a rendszert, akár mi erőteljesebb szabályokkal lépünk föl, akár a homoszexuálisok közössége kihívó magatartást tanúsít, akkor szerintem a mostani békés, nyugodt és egyensúlyi állapot meg fog bomlani. Ez senkinek nem érdeke. Mindenkinek az érdeke, hogy együtt tudjunk élni. Szerintem így, ahogy most vagyunk, együtt tudunk élni. ...2004 és 2005 között cserediák voltam Debrecenben. 2007-ben Pestre jöttem, és azóta is itt vagyok. Ennek a városnak egy különleges színe van szerintem, és az nekem nagyon, mindig nagyon-nagyon tetszett. Otthon érzésem van, ha itt vagyok Magyarországon. Mindig bennem volt ez a vonal, ez az aktivista vonalom. A nemzeti érzelmű motorosokról van szó. Ugyanazt a logót csináltunk, csak a motor helyett egy nagy faszt csináltunk, ahhoz, hogy a macsosságukat építsük le. És egy másik mottoja is volt ennek a mozgalomnak, az, hogy adj gázt, és akkor azt gondoltam, hogy inkább odaírom azt, hogy adj fasz. Idiótákkal foglalkozunk? Akkor idióta módon. Ennyi. Vitatható ez a módszer. Viszont én nem ártok senkit, ők meg igen. A 64 vármegye ifjúsági mozgalom, ahogy az elmúlt években, ugye ezúttal sem fogja hagyni azt, hogy a buzik Budapest belvárosát a saját területüknek tekintsék. Több fronton fogunk nyomást gyakorolni rájuk, hogy érezzék a törődést. Miért jó ez, hogy ott kitört a balhé? Azért jó, mert a Magyarország számára az a méltó, hogyha egy ilyen degenerált, istentelen, gusztustalan felvonulást mindig csak kordonerdő, több százezer rendőr kivezénylésével lehet megtartani, és nem lehet békésen megtartani egy ilyet. Tehát a papírruha az egész egyházról szólt, viszont a táblám az meg az egész szélső jobb oldalról. Én remélem, hogy azért valaki felfogja az iróniát, meg a szatirát, és az meg is érti, hogy igazából egyáltalán nincs köze hozzá a nagy Magyarország, meg az Isten, meg faszom tudja valakinek a szexuális orientációjával. Visszásnak tartja a KDNP, hogy azok gúnyolják ki a keresztény szimbólumokat, akik állandóan toleranciát követelnek. A kisebbik kormánypárt arra reagált, hogy a szombati homoszexuális meneten volt, aki papnak öltözött, nyakában nagy kereszt lógott. Érdekes módon pont az első jelzés erről, az egy meleg ismerősöm volt. Egy nagyon mérges üzenetet küldött rám. Olyanokat mondott, hogy én vagyok a rossz aktivizmusnak az arca, hogy én vagyok az ország szégyenje, meg ilyenek. Nem csak provokálni, hanem egyáltalán kritizálni sem szabadna. A Pride szerelemről szól, és a Pride-ra decens módon kell megjelenni, ahhoz,
hogy körülbelül ezeket mondta, ahhoz, hogy a kormány tudjon észrevenni, hogy létezik az LMBTQ közösség. Pár órán belül kiderült, hogy voltak rólam cikkek a Deres TV-n, Kuruc Infon, teljes mértékben torzítottak az üzeneteimet. Ezek a szélsőjobbos cikkek, de nem csak a szélsőjobbos cikkek egyébként. Munkahelyemre is jöttek emberek. Párszor. Hogy a hétvégén sorkodott a Egyszer a főnököm az asztalomhoz jött, és azt mondta, hogy figyelj, itt vannak emberek, vagy konkrétan nácik, akik téged keresnek. Szerintünk jobb lenne, ha te most elmennél egy jó pár hétre szabadságra. Hogy mondják, hogy a jövőben néhány millió megsért keresztény, illetve magyar magához? Hát az önök tölöttársak. Egyébként megvárjuk, hogy kimenjünk. Egyébként csak mellékesen mondom, hogy amúgy este már nézze magát a cégpont. És egyébként, amíg egy pár száz embert kell tudni a cégének a nevét. Egy pár hétre el kellett hagynom a munkahelyemet és a lakásomat. Pár napon belül már nem volt hosszú szakállam, már nem voltak piercingjeim, meg szemüvegem sem. Rendőrséghez mentem, és az első két nap alatt összegyűjtött fenyegetéseket mutattam a rendőröknek, megmondtam nekik, hogy mi történt, hogy mit csináltam a Pride-on. Ő egy másik szobába ment, szerintem kinyomtatni valami papírt, és az egyik kollégája azt mondta, hogy sikerült-e már végezni ezzel a buzival. Az egyetlen konkrét eredmény az volt, hogy lebuzizták. Nincs bizonyíték róla, hogy bármilyen fajta eljárás indult volna. Hello! Ott vannak a vázaim. Ez is. Elfogták a férfit, aki hétfőn hajnalban minden ok nélkül megtámadott egy melegjogi aktivistát Budapesten. Az őrjöngő férfi a fotósként dolgozó aktivistának eltörte az orrát és megrepett az arccsontja is. Valószínűleg plasztikai sebész fogja megműteni. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem azért verték meg, mert meleg, hanem egyszerűen rosszkor volt rossz helyen. Éjjel történt meg a támadás, pár óra múlva. Reggel. Újra fenn voltam több szélső jobboldali hírportálokon. Ebből következett még egy halálos fenyegetéses sorozat. I hope Jesus will cut the neck of your mom and you will suck the dick of ancient Hungary. Egy köztársasági őrezred az mondja nekem, hogy buzzer, neked sokan telibe fogják verni a szádat. Kacsintós emotikon, aztán csak nem úgy, ahogy te szeretnéd, dupla kacsintós emotikon, Királyi utca 88, szerintem kapsz faszt a seggedben, nem egyet, kis köcsög, dupla smiley. Nem feljelentgetni kell ezt a csótányt, megkeresni és lepuffantani, mint egy kutya. A kolbászat meg a szakállas pofájában nyomni, vagy megetetni vele. A tetteid miatt bűnhődni fogsz. Körülbelül 300-nál tartunk most, és komolyabb fenyegetés száma az meg több mint 50. Megtalálunk és veled statuálunk példát. Szerintem fektessük az útra, égessük a gumit a pofáján, addig míg lángra kap a szakálla ennek a kancsirának. Mocskos rohadt Cion! Adj gázt! Ilyenek. Nem csak halálos fenyegetést kaptam, hanem vérdíjat is. A Nemzeti Érzelmű Motorosok honlapon keresztül, tehát ők tűztek ki a fejemre egy vérdíjat. A rendőrség ugye most elutasította a nyomozást, azt mondják, hogy
hogy nem vezetett eredményre az, hogy be tudják azonosítani, hogy kik voltak azok, akik ezeket a fenyegetéseket elkövették. Igen. A rendőrség arra hivatkozik, hogy ők megkeresték a Facebookot, és nem adtak ki a számukra adatokat, de hát a Facebook profiljuk alapján is nyilvános adatok vannak, amelyek elegendők lennének ahhoz. Ez az konkrétan, ami miatt Strasbourghoz tudunk fordulni. Ennek ugye az a feltétele, hogy ki kell meríteni minden jogorvosati lehetőséget, ami az adott országban elérhető, de eljutottunk idáig, innentől kezdve irány Strasbourg és az Emberi Jogok Európai Bírósága. Az én esetem szerintem nem csak a meleg jogokról beszél, hanem mindenfajta vélemény nyilvánításról szól. Létezik egy különbség az ízlés és a törvény között, vélemény és bűncselekmény között. Oké. Okay. Ezek a kisebbek. Jó. Ez az. Elhoztam azt a döntést, hogy tudod mit? Elég. Elég volt, most akkor kezdjük egy új fejezetet, menjünk el innen. Ez nyilván nem segít az, hogy nem csak egy nehéz helyzetben vagyok, hanem az is, hogy még munkám sincs, és lehet, hogy egy új munkahelyen nem lenne nagyon nagy biztonságérzetem. Hát mondhatom interjúban azt, hogy tele van a tököm? Szóval tele van a tököm. Két óra múlva még taxira ülök. Kedvem, hanem értelme sincs annak, hogy én Godóra várjak egy olyan országban, ahol szándékosan a hatóságok nem akarnak az üggyel foglalkozni. Ráépítek egy kis bázis, és majd meglátjuk, mi lesz. Nekem most fontos az, hogy egy kicsit jobban figyeljek saját Akkor te itt már mindent haladtál? Hogy? Te itt már mindent haladtál Budapesten? Nem. De lakásodat haladtad? Jó, hát az igen, hát nem fogom ott lakni, de... Voltak olyanok, akik azt mondtak, hogy ha elmész, akkor ez feladásnak számít. Én meg azt mondtam nekik, hogy nem igaz. Ha a többi körülményem jobb, egyszerűen több energiám lesz, ahhoz, hogy koncentráljak az ügyemre. Már elmentem Olaszországból, mert már csináltam igazából, szóval még egyszer. Én azt gondoltam, hogy elköltözöm valahova. Valamilyen nagyon fancy, London vagy Berlin vagy akár. Miért? Nem tudom, mert annyira egy központi figura vagy, gondolom mindenhol van ismerősöd, és nem tudom, hogy Torino mennyire pesgő hely, de... Hát ne viccelj, Martini, Lavazza. Be happy and find everything that you're looking for, darling.
Én szeretem Magyarországot, itt éltem sokáig. Ez nagyon nem egy háború az ország ellen, az enyém, sőt, ez egy küldetés egy jobb társadalomért, egy civilebb társadalomért, igazságosabb társadalomért. Cominciamo ad essere incazzati e abbiamo alzato la voce. Continuiamo così, non fermiamoci mai. Vi lascio e vi saluto con un messaggio a tutti i nostri politici omofobi, perché purtroppo ce ne abbiamo tanti. Il vostro odio ha i giorni contati. E non abbiate paura, cari omofobi, questa non è una minaccia. Questa è una promessa!